macskája, ez a kis karikatúra, ezt próbálja meg felidézni. Ugye Schrödingernek volt egy gondolatkísérlete egy macskáról, amit bezárnak egy speciális dobozba. A macskának az állapotát azt összekapcsolja egy kvantumvilágba, 10-9. emlélet tartományban létező jelenségnek a világába, és ebből megpróbálja megállapítani a macskának az állapotát. És Schrödingernek a macskája bizony egyszerre van élő, illetve halott állapotban, annak függvényében, hogy ott a 10-9. méret tartományban a kvantumvilágban éppen milyen jelenségek játszódnak le. Mert ez egy ilyen kis karikatúra, ami arra próbál meg rávilágítani, hogy néha egészen másfajban is meg tudunk közelíteni különböző dolgokat, amelyek játszódnak a kvantumvilágban.